A magyar sport. Az igazság az, hogy én most leülök, mert 80 év után lehet. Pedig a kor nem kor. Azt nem tudnék itt olvasni egy-két gondolatot. A protokoll az, hogy mindenki szeretettel üdvözlök, anélkül, hogy valakit is kiemelnék. Ami ezt az összejövetet hozta, nem rólam szól igazából, hanem a gondolataimról és a veletek való közös találkozásról szól. És az, hogy együtt legyünk még, hát nyilvánvaló, hogy ez már meghatározza azt, hogy az ember már számot vet a elkövetkező jövővel, ha van. Tulajdonképpen emlékeztek arra, hogy a delfai Józsa falára ki volt annak idején írva, hogy ismerd meg önmagad. És ennek alapján soha nem tudod azt, hogy mi van benned, mik rejtőznek, mik alakulnak. Tehát tulajdonképpen az életben, hogyha kisebb formában is, de mindig egy fejlődési lehetőség van. Tehát apró lépésekben mindenkinek megvan az a lehetősége, és valahogy nem szabad megállni, hanem mindig valahogy menni kell tovább. Ez lenne a normális, sokan nem így teszik ezt. A Tolsztojnak van egy érdekes mondata, amit most felolvasok nektek, hogy míg élet van az emberben, addig tökéletesítheti magát, és szolgálhatja a világot. De csak úgy szolgálhatja a világot, hogy tökéletesítheti magát, csak úgy tökéletesítheti a világot, és csak úgy tökéletesítheti magát, ha a világot szolgálja. Tehát gyakorlatilag ezzel azt mondom, hogy valamit mindig hozzátehetünk a világhoz, és hát az a saját magunk fejlődése is az egyik okom. Amit a költészetről beszélem, hogy teljesen véletlenül annak idején a testnevelési főiskola sítáborában kezdődött ez az egész, amikor halálfáradtan megérkeztünk a síelésből, és akkor mindig a csoport tagjai berohantak a szobába, bezártuk, és csak egy versen lehetett bejönni. Úgyhogy mindenki ott állt a sílészekkel, halálfáradtan is nem tudott bejönni, csak ami ki nem eszett egy időt, valamilyen rímet, de hát tulajdonképpen ez engem itt fogott meg. De az ihletnek ezerféle formája van, van úgy, hogy van ihlet, van úgy, hogy nincs ihlet, és van egy ilyen kis versem is erről, hogyha nincs ihlet, akkor azt mondom, hogy a semmiről is lehetne szépeket írni, én most pont ezt teszem, nincs ihlet írni, tolom az asztal a lábaim keresztbe, a miről írják téma szépen eleresztve. Következőt szeretném még most mondani, hogy a lélek nagysága az nem annyira a felfelé kapaszkodásban és az előre nyomulásban van, mint abban, hogy körül tudja határolni és elrendezni magát, ezt pont egy írta. Tehát tulajdonképpen a mértékletesség és a harmónia az, ami az embert viszi előre. Ennyit mondanék, és most elmondanám, hogy egy csodálatos embereket szereztem meg itt a költeményem elmondásában és a narrációban. A Kutvölgyi Erzsébetet kérném, hogy fáradjon ide fel mellém. Elmondanám, hogyha van időtök rá, akkor elmondanám, hogy mennyi díjat kapott. Varsányi Irén emlékmű, Kossuth díj, Jászai Mari díj, Ajtai Andor emlékdíj, érdemes művész, Őze Lajos díj, a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztje, Rutka Éva emlékdíj, Roboz Imre díj, Kossuth díj, Páger Antal színész díj, Bilicsi díj, Halhatatlanok társulata, Prima díj, Harsányi Zsolt emlékdíj. Köszönöm szépen!
Márton Andris Jászai díjas és Arany Medál életmű díjas. Annyit kell tudni, hogy általános iskola első-másodikba együtt jártunk a Krisztina körúti általános iskolába. Nem is ott, nem is vagy régen. Aki az egész műsort vezeti, Palotás János, címzettes egyetemi docens, a közgazdaságtudományok doktora, a címzettes egyetemi tanár. Magyar Csaba, a legendás Expressi együttes billentyűs eredmény. Amit tudni kell róla, hogy ő is TF-et végzett egyet előttem, testnevelési főiskolát 1966-ban, és aranydiplomás ő is, mint én, és ezért a TF segített nekünk ebben az egészben. És akkor most, hogy megköszönöm, hogy meghallgattatok, és átadom Jánosnak a... Nagyon sok szeretettel köszöntöm valamennyi őtöket, és köszöntöm a Lacit, aki 80 éves állítólag. Ez azért lehetetlen, mert ebből kiszámítva akkor 56 éve is vagyunk egymás körülbelül, én meg még nem vagyok annyi. De ez majd valami majd csak kijön ebből. Laci azt fölhívott egy 2-3 héttel ezelőtt, ezt most a pontos dátumot nem tudom. Azt hiszem Artóba ültem, Ausztriába jöttem hazafelé, amikor azt mondta, hogy van egy gondolata, most lesz 80 éves, elvállalnám-e, hogy eljövök ide. Erre mondtam neki, hogy ha komolyan gondolta, most rácsesztél, eljövök. Hogy így teszek. Emellett van egy valós tartalom, annak idején elmondtam neki, hogy én tudom, hogy vannak olyan események, például egy 80 éves napon a TF-en egy aranytudomása verses kötetének a bemutatásakor, amire ha az ember fölkérik, az egy óriási megtiszteltetés. Na de csak egy ember teheti meg ezt az estének a levezetését, ezért ezt nagyon sokan úgy teszik, hogy fölírnak egy rangsort, és tudják, hogy melyik az a 19 a barátai közül, aki nem vállalja el. És akkor 20 ember tiszteltem meg egyetlen eseménnyel. Ugye egészében mondtam, hogy nem tudom hányadiknak hívtál, de ha én voltam ebben a rangsorban, az, aki biztos voltál benne, nem vállalom, mert most rácsesztél, mert elvállaltam. És ezért a másik 12 az most ebből a eseményből kiesett. Azért a mi barátságunk vagy ismeretünk, az elején azért ő a tanárom volt, ugye a gimnáziumban, az ebből adottan mondom egy 50-valahány évvel ezelőtt, 54 évvel ezelőtti történet, de engedjétek meg, hogy egy pillanatra kérjem tőletek, hogy ha becsukjátok a szemeteket, és magatok elé képzeltek egy történetet, amit most elmondom, azért akkor az mindenkiben megadja az est hangulatát. De, tehát becsukom a szemem, és azon gondolkodom, hogy van egy tanárom. Hát egyébként mindegy, olyan, amilyen, de van egy tanárom. Van egy tanárom, aki ráadásul körbefuttat, meg nem tudom, ez békaüvetésbe kell menni, meg szóval sok minden ilyesmit csinál velem, és azon gondolkodik az ember, hogy ezt hogy fogom tudni egyszer neki visszaadni. Na most az, nem ez a mai nap az az alkalom, amikor ezt vissza tudom adni, ezért ezt a ideálkori gondolatot szeretném bennetek elültetni, ugyanis én 14 évesen nem szabadott volna, de hát a kort nem kérdezték, illetve lehazudtuk, azt már nem emlékszem, de itt a TF-en elvégeztem a kosárlabda edzői és játékvezetői szakot is, és ennél 14 évesen játékvezető is lettem. Laci nagy problémájára, ő meg akkor kosarazott. És nekem már 14 évesen vagy 15 évesen megadatott, hogy amikor ő körbefuttatott, hétvégén megjött a mérkőzés. És én azt mondtam, hogy a szerelést legyen kedves rendben rakni tanárhoz. De ugye részében azt mondta, hogy nem fajtott. Mondom, hát az magán ugye, én annak ítéltem. És hát egy billentővi, tehát még minden héten váltottunk szerepet. Hol jött a tanára volt, én meg a játékvezető. Tehát ugye ez, úgyhogy nek számomra ez megadatott, és ezt mindenképp szerettem volna elmondani. A másik mondatom, és ezzel nagyjából ezt a bevezetői szakaszt
befejezem, bár menet közben még fogok sok mindent mondani, ugye rájöttek. Ezt csak azért mondom, mert minden héten évek óta másfél óra, csütörtök esténként másfél órás élőadásokat tartok a Facebookon, és sose férek bele a másfél órába. Laci meg azt mondta, hogy ez egy órás rendezvény lesz. Van, és mit csinálnak a többiek? Beleértem őt is természetesen. De ki bebizonyította, hogy még tényleg 51 néhány éve nagyon azonos személyiségek vagyunk, mert a kezemben nyomott egy könyvet, benne 140 versét. És mondtam, hogy és melyik hármat fogják a itt lévő művészeink, kiemelkedő művészeink felolvasni? Hát nem tudom, ezt a 40-60-at. Mondom, értem, és meddig tart a rendezvény? Tehát, hogy körülbelül ugyanúgy gondoljuk el a történetet, hogy egy órába belefér az, ami egyébként 10 órába fér bele. Tehát így indítottuk a mi életünket. Úgyhogy ezzel szeretném, számomra tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon boldog születésnapot kívánok, és azért, ha mégis egy záró elmet, sosem mindig, ezt kb. 40-szer fogom mondani, hogy most egy ilyen záró gondolatként el szeretném, de ki jön belőlem, el kell mondani, hogy 50 évünk, közös évünk azt bizonyította, hogy mind a ketten az életpályánkon, amit csinálunk, azt nagyon komolyan vettük. De a valóságban, mikor együtt találkozunk, meg ugye egyébként belülről romantikusak vagyunk, bohémok vagyunk, az egész szépen észrevesek, az ő életére is ez a bohémság ugyanúgy jellemző, ami ritkán jön ki belőle. Mondtam, hogy most se fog neki siker, azt mondta, hogy show lesz az egész este, de mondtam, hogy a bemutatkozás, amikor magadról kell beszélni, úgy se fogod tudni megtenni, hanem akkor ősz, olvasó, komolyan, és mondod a mondani valót. Mondta, hogy ne fényezzem be az élet útjával, tehát ne fényezzem meg. Mondtam, attól nem kell tartani. Tehát én egészen biztosan nem fogom fényezni, itt vannak az egész élet útját is, és itt vannak a hölgyek, majd ők fogják. Tehát ez az ő kategóriájuk. Kezdjük el a tartalmat, amivel szeretne Laci bemutatkozni, azokkal a versekkel, ami ezek szerint egy síntábor után indult el az életében, mint sorozat, bár rengeteg más mindent is csinált. Csomószor mindig meglepődtem, mert ide-oda ugrált, egy pár dologban utánozok, na mindegy. A versírásban nem, tehát abban előttem van, mert azt a kort én még nem éltem meg, amikor az emberből kijön az, hogy már ebben a mélységekben jár, hogy költőként adja elő a gondolatait, tehát abban még nem. Egyesileg egyébként sok mindent csináltunk közösen. Én szerintem két fantasztikus művészünket, én nagyon megörültem nekinek, az életállámon szerencsére kiemelkedő művészekkel hozott össze az élet barátságban is. Mai napig is Bodrogi Gyuszinek alá 30-40 éve a legközelebbi barátom, de hogy a körülötte Simán Digyő, de nem akarok felsorolni, mert nagyon sokakkal, és ez nekem sokat jelentett, úgyhogy mondtam, hogy bár nem én vagyok az irodalmár, de az irodalmat, a verset, a művészetet, annak minden ágazatát élvezni, nagyon élvezem. Most szeretnék egy picit élvezni, és úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy az első vers, András, ha megengedett, hogy te kezdelek, akkor az tőled következik, hogy a kor nem kor ezzel a címmel. Hát nekem nem, Laci már 80 év. Én nem barcolok, ha ülve. Ülve? Akarsz állni? Állni, de akkor nem kór. Akkor nem kór. Észrevétlen jön el. Bánatok és az öröm apró szeplőivel. Észtvesztő a tavasz, barnára sült napsugár, ősz, sárgult levelek, amott tél pejhez áldogál, hófehér hajszín alatt mindig derűs mosoly. Élet adta, kihasznált, sok-sok perc élvezett. Ki átölelte és élni tudta, a mindenséget két kezében tartotta meg. Nekem nem megy az ülve, ne haragudjatok, tehát ez egyszer nem, akkor biztos főborulna a szék és minden egyéb.
Szerintem ez is egy fantasztikus gondolat volt, de most majd Erzsébet jön egy másikkal a helyen. És amikor én rátekintettem erre a versre, amit hallgassatok, így azt mondtam, hogy az ember életében az a legszebb, ha nagyon sok embernek a szívében van egy kis hely, ami az övé, és akkor gazdag az ember, ha az ő szívében van egy kis hely másé, az én szívemben Lacinak van helye. Te annyira szépen rá tudtam volna mondani a verset arra a dallamra. Most még mit beszélsz bele? Buki! Na mindegy. Kell egy kis hely, kép a falon, nem kell ide pénz és vagyon, papírtollak, meg hitkönyvek, Shakespeare drámák, elsírt könyvek, csend szivál a zajokon, árad a béke a nyugalom, gondolatok falba szőve, múlt és jelen összenőve, fénysugár hint az ablakon, festményként a falakon. Megpróbálom még is ülve, mert ne nézek ki, hogy állandóan csak én ugrálok, de nem ígérem, hogy sikerülni fog. Fantasztikus volt Erzsébet az előadása. Én tényleg elkértem, átolvastam a verseket, és hogy az mit mond nekem, de hogy mennyi múlik azon, hogy ki olvassa föl a verset, az valami rettenetes. Nohtacu, ki énekli? Teljesen más, tehát több, sokkal, a más alatt tessék azt érteni, hogy sokkal-sokkal több, mint amikor magam elolvastam. András következik, aminek a címe az igazi, amelyből azért azt szeretném mondani, gondolom, ez sokunkra igaz, nekem még nem sikerült, hogy mik, tehát hogy keressük egész életünkben az igazit. Köszönöm. Vörös, barna, szőke, hullámos, fekete. Ekkor csak azt láttam, ringe a feneke. Szája ívelt, piros, vastag, izgató, mozgása kígyó, lüktető, hintaló. Az évek elrepültek. Tél lett, havazott, színek megfakultak, bealkonyodott. Szemed nézem, benne egy csillagot. Átmelegszem. Érzem, otthon vagyok. Köszönöm, András. Én gondoltam, hogy ezután is elmondok egy kicsit nagyobb történetet, de tényleg a befejezésével te elvitted a mélységekbe. A kezdete az Laci meg én. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy ezt a verset egy olyan alkalommal ihletted meg magadval, Laci, amikor ősek találkoztunk, és egy fél órát, órát vagy három órát beszéltünk a vörösről, a szőkéről, a feketéről, a karcsúról és a vékonyról. Jó, a részében most a következő verse Erzsébettől a áprilisról fog szólni. Igyekszem az ő által keltett hangulatot utána nem leütni. Április. Áprilisnak bolondja hintázik a szélben, tündér rózsát nyitogat pára felhő égen, méhecske zaj szűmögőn, sárga bitybank hátán, a sarokban súlyogó szúnyog balkó árván. Kever, kavar itt a szél, napot űzni készül, bukrétával a kisleány göndörhajat fésül, kacag a sok bimbó raj, szirmokat bontogat. Éled a természet, új reményt osztogat. Erzsébet, most olyat teszek, amit még soha nem tettem. Nem mondok semmit. Tényleg fantasztikus, ahogy ez az előadás, egészen fantasztikus. Akkor már nem lennek többet beszélni, nem már ezből én biztos nem tudok menni. Imádom Erzsébet. András jön a Tapán című verse, ha jó a sorozat.
Hát arról van élményem, de most azt nem mondom. A Tamán egy szép hely, ezt el szeretném mondani. Utam hosszú volt, de már nem sietek. Vége lesz egyszer, és én hazamegyek. Emlékek, gyermekkor, gondolatok, tér mellett labdázok, rajzolgatok. Sarkon meghitt gázlámpa ég, ártatlan volt az őszinteség. Hol vagytok, barátok? Néhány szivar, almabor, hubertus, egy sluk ital. Köszönöm, András. Mégis hozzátenném a Tabárhoz, hogy édesapám az körülbelül úgy érte meg a Tabánt egész életében, amikor én fiatal gyerek voltam, mint ahogy most Laci azt megfogalmazta. Én úgy, hogy a Tabánból hazamentem és feleségül vettem a feleségemet, akivel ma is együtt élünk. De ezt, én azt gondolom, ezt mindenképpen. Ja, azt mondta Laci, hogy ez egy egész egy show, ezért közületek bármikor, bárki, bárhogy hozzászólhat. De nem baj, én nem figyelek, tehát azért, de ezért nyugodtan lehet jelentkezni, ha valaki hozzá akarna szólni. Erzsébet, jön egy? Igen, igen, bizony az árnyal. Sokan távoztak, sodródtak az éjben, emlékük itt lebeg, itt rezeg a szélben. Árny lobózik halkan, itt suttos szüntele. Velem vagy még kedves, velem vagy még szíve. Életrajz. Megszülettünk. Megszülettem. Növekedtem. Befejeztem. Szerettek. És te szerettél. Gyermekem lett. Gyereked lett. Lakásom volt. Elegem lett, öreg lettem, feleked lett. Azt hiszem, hogy András, aki ő kiválasztotta a 140-ből azokat a verseket személyesen, és ő ezt fogja elmondani. Jól választottál, András, gratulálok. És ismét elvetően az életről. Ez megint egy komoly gondolat, mély pillanat, hogy én ilyenben sose láttam Laci, de mindegy, figyelek. Élet. Menni, menni kell, mindegy merre, vagy hova. Messze még a távolból időzni lehet, de megállni soha. Kacskaringós, szűk, piszkos az út, csak cikcakos is lehet, vagy nyíl egyenes. Lefele tart, vagy fel az égre. De mindenképp fergeteges. Nagyon szép volt ismét. András meg egy fantasztikus témát választott ki, és itt most én is komoly leszek. A hitről szóló verset, és amit nyilván ő fantasztikusan fog előadni. Én szeretném itt a személyes gondolatomat mögé tenni. Az emberi élet értelmetlen, ha nem hiszünk. És az teljesen mindegy, hogy a hit, illetve sok hit, a szerelemről szól, a tudományról,
vallásról, egyházról, barátságról, de ha valaki a hitet nem teszi magáévá, üres lesz az élete. András, te jössz! Hitről. A hitben annyi báj van. Mindig keresem, kutatom, csendben, színekben, harmóniában. Fohászkodnék, rám száll a nyugalom. Szivárványt bámulok, térdepelek templomok romjain. Forgatom szent könyvek íveit, töprengek világunk nagyjain. Ha érezném a teremtő bűvös létét egy pillanatra csak, nem tovább, nyugodtan várnám életem végét, kérdések, kételyek nélkül legalább. Köszönöm szépen, és tényleg Erzsébetnek megint egy csodálatos, szerintem csodálatos tartalom belsőn, és nagyon tanulságos itt az egészében. Szoktam mondani, a vitához, ahhoz, hogy megalázzák az embert, ahhoz két ember kell, ő is. Ha attól nem hagyod, azt nem fogadod el, akkor az élete sokkal egyenesebb lesz. Erzsébet, jó. Szeretettel. Naponta találkozunk olyanokkal, akik megaláznak, agyoncsapnak, vagyonodból kiforgatnak, meglopnak, vagy nem fizetnek, hazudoznak, szembeköpnek, elgáncsolnak, feljelentenek, kirúgnak és eltemetnek, hazudoznak, lebeárulnak, kinyírnak és rád bámulnak, részvétlenek, kárörvendők, irigykedők, kibeszélők, rendszeresen megcsalhatnak, és senkire nem hallgatnak, arcul csapnak, ingerelnek, lábon rúgnak, orrba vernek. Ez az versek után ugye lehetőség dedikálásra és a versekötet megismerésére. Ezt azért mondom, mert ti nem láthattátok, de azért nekem van egy nem csak egy feladatom, hanem olyan hittem is, hogy elmondjam, fantasztikus rajzok vannak a könyvedben, Laci, nem tudom, az észben, és Szurutkai Sándor grafikus művésznek a munkája. Nem tudom, itt van el, én szerintem nem találkoztam. Egy kezet magasban. Megvan, köszönöm szépen, és a lányomnak egy rajzot. Tényleg meggyőző. Én két stílust is éreztem az ő rajzaimban, két iskolát, ha úgy tetszik, de mind a kettő a kedvencem közé tartozik. És régi művelista volt, akkor egy oskolából vagy egy malomból jöttünk, hogyha úgy tetszik. András jön egy sárga veszedelemmel, meglátjuk, hogy mi az a sárga, és miért veszedelem. De hát biztos, hogy Laci is a kihívásokat nagyon szereti. Sárga veszedelem. Gyengül a lábam. Izzad a tenyerem. A sárga csekkeket valahogy nem kedvelem. Szökkennek a házba, másznak az ablakon, ajtó alatt csúsznak, rémítenek nagyon. Mutogatom nekik az üres pénztárcámat, de ők rám merednek, és türelmesen várnak. Igaz, hogy a papírokat mindig ingyen adják, de a gesztust nem értékelem, drága Magyarország! Ebben a versben már benne van, az benne volt Lacinak az a személyisége is, amit a mi beszélgetésünk ki szokott törni magáról. De hát én minimum javasoltam neki, hogy ha nem akarja a sárga veszedelmnek ezt a formáját, akkor menjen el abba a boltba, ami a kicsi olcsó kategóriába tartozik, és akkor nincs sárga veszedelem. Erzsébet, jön a Polcon című verse. Polcon. Megfakult képek egy régi dobozból, játékok, mackók, sakfigurák,
képes lap hátán táncol egy lányka, dob velünk színes fénypirulák. Rozsdás síppal gubbaszt a sarokban, szakadt damil álmában teker. Fénylő üvegvíz műkarácsony áron, kerek láncokon kulcskötek ever. Bohóc sipka, pár eltévedt kotta, kiszáradt tollak, kék tornacipő, elhasznált füzet, kiukadt labda, hullámokból varázsolt tengeri kő. Kalapács nyele, kávboly, kalap, elég egy gyertya, egy függöny fele, kis piros szalag egy nyakendő széle. S a doboz még mindig csak félig tele. Szerintem mindannyiunknak vannak ilyen polcai. Az a különbség, hogy Laci már időnként leveszi a dobozt, és megnézi, mi van benne, én még túl fiatal vagyok hozzá. De szerintem nagyon. Na, ami viszont a következő vers Andrástól a furcsa és érthetetlen címet viseli, azt előtte, mikor nem olvastam még el ezt a verset, azt mondtam, hogy nem tudom elképzelni ezt egy ilyen röviden, tömören összefoglalni ezt a gondolatot, mert én nap, mint nap nézek a tükörbe, és azt mondom, ami itt van, az furcsa és érthetetlen. Sokan utálnak, mások meg szeretnek, undorodva néznek, tréfád nevetnek, rád-rád mosolyognak, meleg helyre küldenek, ölelnek, csókolnak, helyedre leülnek, úton rád dudálnak, lelöknek a hévről, mások esküsznek rád, felismernek névről, utcán nevelgetnek, idős hölgy rád nevet, aztán elgáncsolnak, ha beszélsz, legyintenek, büszkék rád, becsülnek, minden olyan jól néz ki, a sarkon meg leütnek, a fene se érti. Én szerintem nagyon szép volt, és én szerintem Lacinak nagyon sikerült ezt a gondolatot egy nagyon szép gondolat, tehát rövid gondolatban összefoglalni, gratulálok hozzá. Az egyik legszebb érzés, vers a hozzám legközelebb álló, azt most Erzsébet fogja elmondani, és én ugye olvastam, ez a séta. Igen. Akkor mondd el te. Hogyha neked ez ennyire nekem tetszik. Akkor is csodás. Nekem is nagyon tetszik, de elvárom tőled, ha ennyit dicsérted. Nem értettem. Elvárom tőled, ha ennyit dicsérted, hogy olvast te. Nem annak nem ellenére, hogy nekem is tetszik. Ne hívjuk ki egymást, gyerünk. Gyere! Az egészen biztosan nem fog menni, de már csak más, nem azért, mert semmi, ezért én már ennél merészebb kihívást is vállaltam. Emlékeim szerint az operál színhazán színpadán is énekeltem, meg a tévében Kósi Jancsival is, tehát egy pár dolgot bevállaltam, de engedd meg ezért, hogy most hagyd. Kérjem ezt fordítottan, mert úgy is csodás volt, hogy én olvastam. És ahogy eddig hallgattam el Zsőtel adását, már mi iszonyatosan vártam, hogy ez mikorra kerül sorra. Mennyivel több lesz, mennyivel nagyobb lesz, és mennyivel még fantasztikusabb lesz tőle meghallgatni. Engedd meg, hogy ez így legyen. Jó, kell legyen így. Séta. Új világkor lépkedek. Két kezembe, kék egek. Megfognám, de elrepül. Keresem, és megkerül. Megfognám a lényeget, mit megtalálni nem lehet. Léggömbként szálltogál, arra szolgat, meg nem áll. A sok álom ködbe vész. Földhöz tapaszt áll az ész. Csak azt tudom, és akarom, hogy sétáljak az avaron. Valami ilyen csodára vártam. Köszönöm.
Köszönöm szépen, neked nagyon megtiszteltél vele. Hát András jön a mellettem szívű Laci belsével, és ha belegondolunk, annál fontosabb, hogy ki van melletted, nem létezik. Ne kerülj mögém, mert nem követhetlek. Előttem se haladj, nem vezethetlek. Maradj mellettem, hogy együtt lehessünk. Kézen fogva teljen a röpke idő. Örök a létezés, nem változik semmi. A múlt idő létünkre pókhálót sző. Nem annyira könnyű, higgyétek el nekem, nem tudom, 1000 fölött előadást biztos tartottam az életemben, tehát nagy közönség előtt is, de ilyen megszólaló művészek mellett utána átvenni a szót, szóval. Na mindegy, erre így nem készültem, de hát a dolog mégis csak az van, hogy ez van, és ezt kell szeretnem. Erzsébetnek következő vers, amit várok, mindent ismét nagyon-nagyon-nagyon várok, az illékony szerencsétől. Nem tud beszélni. De, hát ez már elakad a szavam, már nézzetek rájuk. Szerintem ez magától értetődik. De azért itt ezelőtt szeretném mindenképpen azt elmondani, hogy szintén az életemnek egy irányítója. Az a gondolat, hogy nincs olyan ember, akik naponta ne érnének csodák. Csak ha nem készülünk föl rá, hogy azt meg kell fogni, akkor a csoda illékon. Illékon szerencse. Duna partján álltam, szellő lengett, hullám fodrozott. Meleg kabátban, amit anyám vart rám, a víz egyhangúan csobogott. Kancsón töltögettem, hol térdig ért a holt fénylette víz. Kamics darabokat dobálgatva, 7, 8, 9, 10. 3 kívánságot teljesítem, mondta korsón belseje az igazat. Megrémülve újra merítettem, elszalasztva aranyhalamat. Csillogott egy darabig, majd elsiklott könnyedén a megfoghatatlan illékony szerencse. Utána kaptam, hiába, csak a semmi maradt a kezembe. Fantasztikus volt. András jön a kirándulás című belső, mert én kihasználom nyugodtan mondja, de egy másfél órád van, amit most itt Lacival meg tudsz beszélni. Én ezt összekötő szövegben, ez nekem semmilyen problémát nem okoz, pláne ha elárulnám, hogy mekkora presztízsvesztés ért ma engem egyébként, de komolyan mondom, mert mindegy, a kolléganőmnek, a jobb kezemnek, ma az irodában felolvastam Laci verséből, vagy 20-30-at, meghallgatta tőlem, és ő úgy érzem, hogy a munkában csak egy fölnéz rám. Most meghallgatta a különbséget, hogyha én olvasom, hogy két ilyen csodás művész. Na mindegy, András, te jössz. Kirándulás. Feslik a lábad, dől a bakancs. Bokrok közt pompáz egy szarvas akancs. Pipacsa mezőn nincs aratás. Rajtad egy szúnyog, vad vakarás, hűsít az erdő, fordul az út, szedjed a lábad, üzzed a bút, kanyarodj balra egy tisztás nyomád, hány kilométer, 7 is talán, izzadó hátadon tapad az ing, bokroknak alján egy pókháló ring, nedves, mert esett, ázott talaj, elbuksz egy ágban, hangod a jaj, fent vagy a csúcson, tágul a táj, alsódba csúszik az ostoba áj, hív le a lejtő, vissza az út, kulacsot töltöd, jobbra a kút, mély levegő, ott a vég közeleg,
20 kilométer! Hú, rengeteg! Képzeljétek-e magatok, hogy hogy érzem magam? Én ezt a verset is felolvastam. Valami rettenetes a különbség. Na mindegy, hát erről szól. Ezért a Mikulásról fog mondani valamit, és el szeretném mondani, hogy én megéreztem magamban a 6 éves koromat, és rettenetesen utálok minden embert, aki azt mondja, hogy nincs Mikulás. Mert nem látott még gyereket Mikuláskor, nem járt a Lapföldön, Novanélben, ahol a Mikulás él, nem látta azt a rengeteg levelet, a világ minden tájáról írnak. De gondolom, hogy a Mikulás egyik legszebb ajándékát fogjuk most hallani. Mikulás! Hó lebeg a tájon, fények tarkatára. Szánkól ül varázson jégkirály csodája. Fák alatt kék szalag, angyalszárnyú ének. Ősz Mikulás ballag, szarvasok vinnének, rég elmúlt már a nyár, tűzforró hangulat. Színes őszi képek, hópejtes télen maradt, megvárom, még fölveszi. Fölvette? Igen, igen. Köszönöm, akkor újra felolvasom. Enye meg benye. Enye benye. Hó lepel a tájon, fények tarkatára. Szánkón ül varázs. Jégkirály csodája. Fák alatt kék szalag, angyalszárnyú ének. Ősz Mikulás ballag, szarvasok vinnének. Rég elmúlt a nyár, tűzforró hangulat. Színes őszi képek, hópelyes tél maradt. Állítatos csendben, imádkozó gyermek. Csillag szóró bennem. Mennyekben ismernek. Tudás volt, és ott van a hely a puttonyban minden gyereknek. Ilyen megfogalmazásnak találok. Azért lehetünk mi 54 éve barátok Lacival. Meglepetést mindig tud okozni, pedig a legtöbbet a sportban találkoztunk. És én tudom Laciról, hogy kajakedző volt, amikor mi találkoztunk, akkor alapvetően a kosárlabda kötött össze, aztán teniszezett, ugye testemben tanácsadó, azt benne a teniszezett, kerékpározott, mindent csinált, és azt nem tudtam, hogy a pingpong megszólította őt. Pedig ez... Bár most ez magamról szól, de el kell mondanom, hogy fiatalon, serdülőként az akkori világbajnokot a Sibó Zolitól tanultam be. Ezt azt szerintem is szerzni együtt Klampára, Jónyerre, Faházival. És hát tudtam volna, hogy a pingpong közel áll hozzá, hát úgy megvertem volna. De hát ez van, szerencsére nem hallottam. Nem. András jön a pingponggal. Ütjük a labdát még mindig, te meg én. A győzelemért világos, mint annak idején. Burítható hasztalon vígan pattogtatunk. Ma te nyersz? Vagy én? Nem fontos, itt vagyunk. Vágott a tenyeres, megnyesett a fonák, pörgetett ütések, befástizott bokák, figyelemtől már csatakos az ing, vélt hajkoronánkon egy veríték csepring. Vége! Így nyertem! Jó leső az öröm! Te is nyerhettél volna, de így jobb. Köszönöm! Igen, ezt szerettem volna egyszer átadni Lassinak, mert azért általában, amit ő teniszben csinált, kajakkenú vagy kosárlabdában, azt azért jobban csináltam, mint én. Na mindegy, egyszer majd még megmérjük a pingpong tudásunkat is. Laci azt mondta, hogy figyelnem kell a 140 belsre, meg figyelnem kell, hogy a befejezési időpontja is a mai nap legyen, ezért az utolsó vers következik, de Erzsébettől. Abban a hangulatban, ahogy ő előszokott adni, és a világ egyik legszebb dolgáról, hogy voltál te is szülő.
Voltál szülő? Drága egy gyermekem, te magad is tudod, nem bántásnak szánom e néhány gondolatot. De ma reggel is elmentél a villanyégbe maradt ágyad gyűrött, vetetlen, két pár zoknit szakadt. Cipőid a szobában szanasz éjjel lógnak, nem beszélve ígérted, hogy helye lesz a sónak. Fontos könyveid félig az ágyalat, kompjútered rázva ontja a magvakat. Hetes, használt inget ott ebben a földön, erős indulaton kész valakit öljön. Vadonatúj alsóid egy szék alatt hevernek, fogkefét szappanod, a kozban lebegnek. Kabátod a földön, soha a szekrényben, ruháid begyúrva, nincsenek egységben. A kaput veszek tárva, nyitva hagytad, kerékpárod ott volt, a nagyitól kaptad, elég volt, hagyom ezt a tréfás felsorolást. Változik majd egyszer. Na, hagyjuk az álmodozást. Szerintem ez egy csodás végszó volt ennek a hangulatot megalapozó gondolatnak, és hát gondolom, hogy utána, vagy hamarosan lesz itt a te ünneplésed, a te dedikálásod. Közben rengeteg barátod beszélgethet egymással, gondolom én. Viszonylag elég sok fogácsa is van még ott, vagy oda jutok én is a dologban. De azért Laci 80 événél szeretném elmondani, hogy azért nagyon fontos, hogyha leírt egy 80 évet, és ha olyan barátai vannak, hogy ennyien eljönnek, ha olyan barátai vannak, hogy ilyen csodás művészek vállalják az ő, hát a verseit, szépek a verseit, de hogy ilyen csodás művészek ezt a verset, ezt még fölviszik az erekbe, az azt jelenti, hogy tartalmas volt az az élet, amit eddig megéltél, és éljél majd meg még egy 20 évet, a 100 évest is vállalom megtartani, tehát ide jönni, ha csak addigra ki nem tagadsz a barátaid közül, tehát ebben a rendszerében. Mindenkinek köszönöm, hogy itt van, és ne úgy vegyétek a zárszót, amit majd Laci fog mondani, de ne úgy vegyétek a zárszót, hogy elmentek, hanem egy picit itt maradjunk ebben a közösségi együtt. Hihetetlen volt az én számomra is, hogy hány Zrínyissel találkoztam már, közgázos barátommal, az életpályában összehozva, de Andrással is a művészvilágban, úgyhogy Erzsébettel is, tehát hogy köszönöm szépen Lacinak, hogy ezt lehetővé tette, és adom neki a zászót. Bocsássanak meg, a könyv hátulján van egy csodálatos dolog, amit én nagyon rövid Lacinak ajánlanék, mert ő írta és gyönyörű. Múltunk oly távoli, szép volt, biztos igaz. Homályos láthatár, jövőnk még piszkozat. A jelen egy lélegzet, egy sóhaj, egy ölelés. Tűnik egy perc alatt. Ennyi az egész. Ez volt az alszó. Csak mondom, hogy János megkért, hogy mondjak egy zászót, de mondom, ez volt az alszó. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. És hát köszönöm a barátaimnak itt a részvételt és ezt a csodás előadást. És hát, hogy mit mondjak, a TF azért nem mondom TF-nek, mert mindenki csak TF-nek volt. Ez egy csoda volt az a négy esztendő. Csoda volt a négy esztendő. Szervusztok, köszönöm mindenkinek. A kötetek ott vannak, aki ohajt belőlük, az ott tudok dedikálni, és akkor gyertek majd oda. Kötve beszélgettek aztán, hogy ne kelljen itt, remélem, nagy sorokba állni. Szervusztok!
Boldog születésnapot! Menjetek!